A Brexit rugalmas, de legfeljebb október 31-ig tartó halasztásában egyeztek meg az uniós állam és kormányfők a rendkívüli brüsszeli EU csúcson. Ugyanakkor kikötötték azt is, hogy ha a kilépés május 22-ig nem történik meg, úgy az Egyesült Királyságnak meg kell tartania az európai parlamenti választásokat. Ha ennek nem tesznek eleget, akkor a britek június 1-én kiesnek az unióból. Éjszakában nyúló csúcsértekezleten döntöttek a Brexit további halasztásáról Brüsszelben. A végleges dátum ezúttal október 31-e, de ha a britek előbb is elfogadják a már háromszor elutasított kilépési szerződést, akkor a következő hónap első napján tagságuk automatikusan megszűnik az unióban. Egy dolog lényeges, a halasztásnak hasznosnak kell lennie, és egy közös célt kell szolgálnia, ez pedig a kilépési egyezmény jóváhagyása, amely az egyetlen módja a rendezett kilépésnek, fogalmazott az uniós Brexit főtárgyaló. Az európai vezetők a megállapodás értelmében júniusban ellenőrzik a folyamat állását, de Theresa May továbbra is abban reménykedik, hogy erre nem kerül majd sor. Ha most kialakul egy egyetértés a parlamentben, akkor még mindig elhagyhatjuk az uniót május 22-én, és nem kell európai parlamenti választásokat tartanunk. Többséget kell szereznünk, minél előbb. A brit lakosok türelme egyre jobban fogy. Sokan elégedetlenségüket fejezték ki az állandó bizonytalanság miatt. Senki sincs a dolgok magaslatán. El kell dönteniük, mit akarnak végre. Fogalmazott ez a lakos. Már 3 éve tehetetlenek, mit számít még 1 év? Mondta ez a másik állampolgár. A megállapodás nélküli kilépést egyelőre sikerült elkerülni, és az Egyesült Királyság határozatlan ideig az Európai Unió teljes jogú tagja marad. Az uniós vezetők azt azonban ismét leszögezték, hogy a kiválási szerződést nem lehet újra tárgyalni.